Sziasztok! A Retro TV műsorok című sorozat 54. részében a kacagórát szeretném bemutatni. Sziasztok! Sziasztok! És sziasztok! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk nektek! Kriszti, szia! Szia téged! Szia André, szia! A kacagóra egy igen szórakoztató gyermekműsor volt a 90-es években, amely az egykori TV2 saját gyártású beszélgetős műsora volt gyermekek számára. A kacagóra szórakozást, kikapcsolódást, sok játékot, sztárokat, versengést, zenét kínált a gyerekeknek. Remek, vidám bevezető dallal indult. Kacagórát egy rátermett színészházas pár Sára Bernadett és Cseke Péter vezette. Segítőtársuk pedig az örökké elégedetlen papagáj Lulu volt, aki mindent kimond és megkérdez, éppen olyan kíváncsi és nyughatatlan akár a gyerekek. Motortalan társaság! Motortalan társaság! Bocsáss meg, Lulukám, éppen most akartalak bemutatni téged is. Csak egyszerűen jól akarjuk érezni magunkat. Semmi, Lulu! Minden adásban volt egy meghívott közismert vendég. Alapján készült egy musical, amit a Rock Színház társulata ad elő, azaz rendszeresen minden hónapban játszunk egy-két előadást ebből. Ebből az a dal, amit hallottam. Figyelem! Mindenhol naptüzében, télben, személyesen is Morzsit, azaz Simándi Józsefet, Morzsi kutya életrekeltőjét. Fogadjuk őt nagy-nagy szeretettel. Köszönjük szépen Szőlős Irén bábművésznek, hogy életrekeltette Cicamicát nekünk. Hát, megmutassam nektek, hogyan kell életre egy báb? A kacagóra elmaradhatatlan blokkja volt a Sajt Színház című műsor, amelyben nagy színészek adtak elő egy-egy humoros jelenetet. Tejből legjobb a színtej, a színház egy izgalmas színhely, mert jó a sokféle szín. Egy kicsit balra! Trónus balra! Balra, balra! Mindentelen! Ja, mint a csengő, kecses lábán szép cipellő! Cipellő! Képtelen vagyok megtanulni ezeket a kínűrűveket! Során a darabíró meggyőződhet arról, hogy művel csapnivaló és eljátszhatatlan. A lépcső a hibás, mikor a lépcső meredek, hát építettem volna a laposra. A lépcső, ez kérem, nem futópálya. Végem van. A műsorban számos érdekességet megtudhattak a gyerekek. A szórakozás mellett sokat tanulhattak belőle. Szinte cseppmentes, mint a méz, vagy még sűrű benyvet főz. Ebből egy nagyon kicsit betesz a talp összeillesztett darabja közé, mind a két darabot. 1991. decemberében Álompalinta az Arizonában címmel sugározta a televízió a kacagóra karácsonyi különkiadását. Ez a karácsonyi kacagóra, mert a legjobb játszó, hát mennyi ajándék fél egy óriás kalapba. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek kedves házigazdánkat, az Arizona Színház igazgatóját, Mikó István. Lulu vagyok! Lulu vagyok! Jaj, most, mint amikor az ember karácsony este arra vár, hogy megszólaljon a csengő. Hát Detti, karácsony tegnap előtt volt, és nézd meg, milyen csodálatosan szép fánk van. Egy csomó ajándék. Igen. Jaj, nézd. Ma rengeteg vendégünk lesz, és az ő nevüket rejtett üzenetbe a nap. Ajándékot magadnak, de nem én. Ó, megérkezett Lulu. Lulukám, megjöttél. Arany. Az aranyat. Itt az arany, gyere. A műsort sok-sok év eltelte után az M3 Retro csatorna is levetítette. A kacagóra az egyik olyan utolsó mohikánja volt a gyermeknevelős, egyben szórakoztató műsoroknak, amelyekre manapság igen nagy szükség lenne. Helyes, ugye? Tudjátok mit?
nevezzük előtt mondjuk Dodinak, jó? És Dodi lesz a mi kabalánk. Szervusz, Dodi! Köszönöm! Van édek óra, számban és számtalan.